NB2-es női kézilabda csapatunk a hétvégén utoljára lépett pályára hazai környezetben a bajnokság során. Ezúttal a Hort Csepel együttesét fogadták. A két csapat ez alkalommal mérte össze tudását először, így nehéz lett volna a kimenetelt jósolni. Ám gyors és precíz játékuknak köszönhetően a 3-2-es kezdés után 7-0-ás sorozattal bravúroztak a hazaiak, a 20. percben pedig már 14-4 volt az állás Hévíz javára. A félidő további részében is a hazaiak látványos góljainak és remek védekezésüknek lehettek szemtanúi a lelátón szurkolók. Az első játékrész 19-6-os eredménnyel zárult. A második félidőben is kiegyensúlyozott és remekül kidolgozott játékot láthattunk a hazaiaktól. Az 50. percben már 20 gólos előnyük volt, ekkor 30-10-et mutatott az eredményjelző. A védekezés és a támadás területén is erősebbnek mutatkoztunk, így nehéz dolga volt a csepelieknek, akik csak elvétve tudtak gólt lőni a találkozó ideje alatt. A találkozó 36-13-as hévízi győzelemmel zárult. A hazaiak nagy arányú győzelmét vastapsa jutalmazták, így egy igazán jó hangulatú és sikeres meccsel tudtak búcsúzni a lányok hazai közönségüktől. Hévíz a befejező fordulóban Siklóson lép pályára majd december 10-én.